Alsós iskolások kezdték meg a szemétszedést szerda délelőtt a Józsavárosban. Ehhez megfelelő gumikesztyűt és zsákokat is kaptak a Teszed akció szervezőitől, majd közösen kezdték meg a munkát kicsik és nagyok. Már második alkalommal csatlakozik ehhez a Teszed akcióhoz, melynek jelentősége, hogy környezetünket megtisztítsuk a illegálisan lerakott hulladékoktól. Én úgy gondolom, hogy nagy sikerünk van ebben. Mi egyébként egész évben foglalkozunk környezetvédelmi szemléletformáló foglalkozások megtartásával. Ebben a programban próbáltuk a józsavárosi iskolákat megszólítani, illetve tehát a kisebbeket is, a nagyobbakat is. A nagyobbaknak hál' Istennek tudunk segíteni a közösségi szolgálattal is, mivel a mai napon, aki ki tud jönni középiskolából szemetet szedni, egy maximum 3 óra közösségi szolgálatot tudunk nekik leigazolni. Az akcióhoz több szervezet is csatlakozott, és megpróbálták a szervezők a közösségi felületeken a lakosságot is megszólítani. Nagy Szabina önkormányzati képviselő elmondta, a környezetünket csak közösen óvhatjuk meg, ezért is fontosak az ehhez hasonló kezdeményezések. Nagyon fontos, hogy már gyermekkorban, egész óvodáskortól fölhívjuk a gyermekek figyelmét a környezet tudatosságra, és arra, hogy nekünk közösen kell tenni a környezetünkért, és mi vagyunk a felelősek azért, hogy a környezetünk az milyen, és miben élünk a mindennapok során. Azt gondolom, hogy a józsavárosi városrész az kicsit büszkélkedhet azzal, hogy nagyon szépen rendben van. Hál' Istennek azért Nyíregyházára is jellemző, hogy nagyon szépek a parkok, a terek, mert nagyon-nagyon odafigyelnek a szakemberek arra, hogy meglegyenek tisztítva, és mindig impozáns, komfortos környezetbe kerüljünk. És azt gondolom, hogy azért a lakosok is igyekeznek erre figyelemmel lenni, hogy valóban nem szemetelünk, és nem szennyezzük a környezetünket. A képviselő hozzátette, ha olyan városrésszel vagy olyan utcával találkoznak, ahol többször is találnak szemetet, ott igyekeznek a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy csak közösen érhetők el eredmények. Ezért is fontos, hogy ehhez hasonló programokhoz lehet csatlakozni, és hogy ezeken egyre többen vesznek részt.